Egy paksi nagyáruház biztonsági őre vette észre, hogy a 23 éves németkéri elkövető egész egyszerűen felbontott több alkoholos italt, azokba beleivott, majd visszarakta a polcra az üvegeket. Az őr megpróbálta feltartóztatni és hívta a rendőröket, de a fiatal menekülni próbált. Pehére viszont a parkolóban elfogták az egyenruhások. A paksi rendőrkapitányság munkatársai azonnal a helyszínre érkeztek, ahol megállították és ellenőrizték a férfit, aki először nem akarta az adatait közölni a rendőrökkel, azonban mivel őt már jobban jól ismerték, ezért megállapították, hogy egy 23 éves németkéri férfiről van szó. A férfi azzal is szabálysértést követett el, hogy nem igazolta magát a rendőröknek. Az elkövető adatainak ellenőrzésekor megállapították, hogy a férfivel szemben 5 körözés is életben van. Több bíróság is körözi, valamint a paksi rendőrkapitányság is körözést adott ki ellene, mert nem fizette meg a részére kiszabott 300 000 forintnyi bírságot. A többszörösen körözött bolti sarkát azonnal őrizetbe vették a rendőrök, és a helyi fogdába szállították. Most ott várja, hogy a tettére felrott több mint fél tucatnyi bűncselekményért bíróság elé állítsák.